Helyzet az, hogy gyerekkoromban volt nekem egy nagyon kedves plébános bácsim, akitől egy életre szóló bölcsességet tanultam. Ő azt mondta nekem, hogy Zsoltikám, jegyezd meg, kétféle prédikáció létezik. Vagy rövid, vagy rossz. Na most, hogy egy utóbbit elkerüljen főleg ebbe a melegbe, tényleg csak egy gondolat csokorra szorítkoznék. Először is szeretném megköszönni Zambó Péter vezérigazgató úrnak, az Országos Erdészeti Egyesület elnökének, hogy 2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP kormány elkezdte a munkáját, akkor kértem föl arra, hogy az erdészeti szempontokat egy jövőbeli törvénynek a koncepcióját, alapgondolatait vázolja fel, és szeretném megköszönni a vezérigazgató uraknak és az erdészetnek, hogy akkor ezt a koncepciót elkészítették, ami alapjául szolgált a mostani erdészeti törvénynek. Számos gondolata megvalósult belőle, például az, hogy az erdészetekkel a végleges vagyongazdálkodási szerződést megkötöttük, és így tovább is ezt nagyon sokáig lehetne folytatni. Ebben az időszakban ígéretünknek megfelelően 4 alapvető törvényt alkottunk meg, és azt gondolom, hogy mindegyik olyan, hogy emberöltőkre kiállja az idők próbáját. Az első a fegyvertörvény volt, ami megszüntette a vadászoknak, az erdészeknek a csesztetését, a vegzálását, amikor olyan idióta szabályok voltak korábban, hogy például nem lehetett mondjuk úgy bemenni egy vadászat után egy étterembe, hogy az ember ne vigye magával a fegyverét. Hát micsoda hülyeség ez, ezt megszüntettük. Akkor ugyanúgy hiába az, hogy a sofőr nem ivott, ha mellette a vadász egy kupicát ivott, akkor megbüntethette a rendőr. Tiszta őrültség, hiszen akkor ilyen alapon a vadász életében nem ihat meg egy kortyot sem, mert ahogy az autó csomagtartójából kiveszi a fegyvert, ugyanekkor erővel kiveheti otthon a fegyverszekrényéből is. És így tovább. Eltöröltük a fegyvereknek a kötelező vizsgáztatását, és mindazt az értelmetlen vegzálást, amit a korábbi években a vadászok és a fegyverrel dolgozó emberek a hivatásos vadászoknak a gyakába zúdítottak. Tehát az első, hogy megalkottuk egy életszerű, a józan észen alapuló fegyvertörvényt. A következő, hogy szintén konszenzussal egyébként megalkottuk a vadászati törvényt, és felelősséggel állítom, hogy ma a vadászati törvényünk az Európa, és ebből következően egyébként a világ legjobb vadászati törvénye. Harmadik, megalkottuk a vadászkamarai törvényt, aminek következtében az állam annyi pénzt hagy az Országos Magyar Vadászkamaránál, itt köszöntök tisztelettel Jámbor elnök urat, ami lehetővé teszi azt, hogy olyan vadgazdálkodási alapot tudunk létrehozni, ami a magyar vad minőségének a biztosítékát jelenti, és itt külön köszönöm neki azt, hogy az Országos Magyar Vadászati Kamara és az Országos Magyar Agrárkamara közötti megállapodás alapján a legkényesebb kérdéseket, például a vadkár ügyét is konszenzussal rendezni tudtuk. És negyedikként megalkottuk az erdészeti törvényt, az erdőtörvényt, ami méltó ahhoz a sorozathoz, ami Mária Teréziával indult, és meggyőződésem szerint legalább egy emberöltőre biztosítja az erdőművelésnek, az erdészetnek, az erdőgazdálkodásnak az alapjait. Ami azért fontos, hogy egy konszenzuális és nagyon átgondolt törvény, mert ha mondjuk én egy agrárgazdálkodó vagyok, és elcseszem a kukorica vetést, akkor majd legfeljebb újra vetem, vagy majd jövőre újra vetjük. Nyilvánvaló, hogy az erdészetnél nem így van, ha most elkalkulálok valamit, mivel a vágás érettség 80-100 év, azt nem tudom egy év alatt jóvá tenni, de még egy évtized alatt sem, ezért nagyon megfontolt módon kell az erdőhöz hozzányúlni. Ez az erdészeti törvény, amit megalkottunk, ez a fenntarthatóság, és a konszenzus alapján egy kiérlelt egyensúlyt tart. Először is egyensúlyt a gazdasági szempontok és a természetvédelmi szempontok között. Másodszor pedig egy józan szemléletet a parkerdő és a, mondjuk úgy, hogy az ipari fatermelésű, fagazdálkodási célú gazdasági megfontolások között. Nyilvánvaló, hogy a budai hegyekben az erdőnek elsősorban egy népjóléti funkciója van. De az is nyilvánvaló, hogy mondjuk itt a Dráva ártérben pedig egy gazdasági, faipari megfontolásnak kell dominánsnak lenni. Ez a törvény egy egészséges egyensúlyt biztosít a népjóléti szempontok és a mondjuk úgy, hogy a gazdasági szempontok között.
Nagyon fontos, hogy az egész figyelembe veszi a vidékfejlesztési szempontokat. Következésképpen mind a erdészeti, vadászati, agrár, zöld szempontok figyelembe vannak véve, és ami megint ritka pillanat, konszenzusra jutott az állami erdőgazdálkodás és a magánerdő tulajdonosoknak a szempontja. Tehát azt kell mondanom, hogy az ügy minden releváns szereplőjével egyeztetve volt, mindenkinek az akceptálható szempontjai érvényre jutottak. Most itt a privát őrültségekről nem beszélek, de az akceptálható szempontok mind a zöldeknél, mind a magánerdő tulajdonosoknál, mind a vidékfejlesztési szempontoknál, mind a gazdasági szempontoknál érvényre jutottak, ezért olyan törvényt tudtunk létrehozni, ami mondjuk egy emberöltőre meg tudja határozni és biztosítani az erdőgazdálkodás minőségét. Külön szeretném megköszönni a magyar erdészetnek, a magyar erdésztársadalomnak azt, hogy mindig egyetemes magyarságban gondolkodott, és mind a szaknyelv, mind a szakma egészének szempontjából nem szorítkozott csonka Magyarországra, hanem az elszakított területek magyar erdészei és integráns részei a magyar erdészetnek. Ennek egy gyönyörű szimbóluma volt, amikor kint voltunk a Székelyföldön, egy hasonló meleg volt körülbelül, és egy hasonló sátorban voltunk ott Háromszéken. És most is itt vannak erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki magyarjaink, és ezért nem csak az, hogy számtalan személyes szál szövődik, hanem az erdészeti magyar nyelv és az egységes magyar erdészeti szemléletnek a garanciája ez, hogy egyetemes magyarságban és egyetemes Kárpát-medencében tudunk gondolkodni. A befejező gondolat pedig az, hogy ugye 2021-ben egy soha nem látott nagyszabású vadászati világkiállítást rendezünk a 71-es vadászati világkiállítás 50. évfordulóján. A létfenntartó vadászattól a fenntartható vadászatig, a vadászat és természet gondolatkörében, és úgy van kitalálva az egész, hogy mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfelelő dolgot. Tehát nem csak szorosan és szűken értelmezve a vadászatra és a vadászati kultúrára, vadagazdálkodásra van leszűkítve, hanem a lovasok, Lázár Vilmos barátom jelezte, hogy fogadhajtó és díjugrató Európa-bajnokság lesz, kutyások, solymászok, a sportlövőknél a legkülönbözőbb sportágakban világbajnokság, akkor a gasztronómia, Bocuse-d'Oron keresztül a legmagasabb konyhaművészet és gasztronómia, ugyanakkor a kisebb faluvakban is a vadisznópörköl biztosítva lesz, a magyar borászat, sőt művészet a vadászatban, vadászat a művészetben, a Ligetben Bán László barátom által fantasztikus művészeti kiállítások lesznek, hogy úgy mondjam szimbolikusan az altamírai barlangtól a posztmodernig, minden, ami a vadászattal és a természettel kapcsolatos, és ezen belül a magyar erdészeti hagyományok, az erdészeti kultúrák, az erdészeti tudományunk, ami példátlan minőségű a világban, ennek a bemutatására tisztelettel ezúton az Országos Erdészeti Egyesületen keresztül is fölkérem a magyar erdész szakmát, hogy a vadászati világkiállítás keretében az erdészet kultúrája, hagyománya, szakmaisága minél jobban bemutatásra kerüljön. A helyzet az, hogy a kormány nem fog spórolni ezzel a dolgon, csak annyit mondok, hogy az állatkert tekintetében Persányi Miklós igazgató úrral, aki egy kitűnő és professzionális ember, abba állapodtuk meg, hogy 21-re a világ legmodernebb állatkertjének kell lenni a magyar állatkertnek, és erre így kapott 25 milliárdot. De akkor annak tényleg grandiózusnak kell lenni, ahol nem ketrecek vannak, hanem az ember tényleg úgy érzi, hogy a szavannán van, a jégmezőkön van, a magas hegyeken van, és ez a grandiózitás, ami méltó a magyar vadászathoz, a magyar erdőgazdálkodáshoz, és egyszerűen a magyar kultúrához, ez grandiózus módon megjelenjen, ebben kérem tisztelettel az országos erdészeti szakmának a segítségét. Gratulálok az erdészeti törvényhez, amit közösen, brilliánsan megalkottunk, és a Jóisten tartsa meg és segítse meg a magyar erdészetet. Üdv erdésznek, vadásznak, tisztelet az erdőnek, a vadnak, és hódolat a teremtőnek. Köszönöm, hogy meghallgattak.